Több őstermelő is elindította a Szedd Magad lehetőséget. Az előző évekhez képest a koronavírus helyzet miatt kicsit másként fogják megoldani. Mivel a Nébih ajánlása továbbra is az emberek egymás közti legalább másfél méteres távolság tartása, ezért létszámkorlátozást kell bevezetniük. Egyszerre a Szedd Magad lehetőség keretében epret-szedők létszáma az adott területen maximum 50 fő lesz. Mindenkinek jut eper, de azt majd kérik figyelembe venni, valamint az egyéb kifüggesztésre került óvó rendszabályaikat is legyenek kedvesek betartani. Szükségszerűen nekünk is követni kellett ezeket az intézkedéseket, mint országos szinten elrendeltek, illetve elvártak. Így óvintézkedéseket hoztunk mi is a nagyobb ember létszám miatt, mi több a szedés miatt, de elsősorban a szedést szeretném most ismertetni. Nálunk maszkban és gumikesztyűben szedik a dolgozók az epret. A vásárokat pedig úgy próbáljuk kezelni, hogy megfelelő másfél méteres távolság a sorban állás a pultnál, kiszolgálás, kézmosási feltételeket biztosítottunk, úgy a dolgozóknak, úgy, mint a kedves vásárlóknak. Aki teheti, az jöjjön hozzánk vásárolni maszkban, vagy akár kesztyűben. Továbbá banki terminált helyeztünk ki, hogy egyszerűbb legyen a fizetés, ne a készpénzzel fogdosással töltsük az időt. Sokan a magyar epret keresik, mert az nem a kamionban érik meg. Nálunk az éghajlati hatások azok, amik dominálnak az íz kialakulásában. Én azt gondolom, hogy szerencsés helyzetben vagyunk ebben az országban ezekkel a dolgokkal. A megfelelő tápanyagozás, a megfelelő körülmények biztosítása adja ki, illetve alakítja az epernek az ízvilágát, ami nálunk a szabadföldiben úgy, mint a fóliásban az idén is megvan. Fajtára jellemzően megvan. Fontos információ az eperszedéssel, hogy mindig kocsánnyal együtt szedjük. Ha ezt szeretnénk, hogy a született gyümölcs a hazaúton ne menjen tönkre, akkor a gyümölcsöt a zöld gyümölcs kocsánnyal együtt szedjük le óvatosan, minél kevesebbet összenyomva. A mi elvárásunk az, hogy minden érett szamócát le kell szedni, ne válogassunk össze, mert ne is fogdossuk össze, és ez egy nagyon fontos szempont, mert a következő vásárló lehet, hogy épp azt szeretné levenni. És nem köteleztetünk mindenkit arra, ám bár jó volna, véleményem szerint, hogy kesztyűbe szedje. Tehát a maximális biztonságra próbálunk törekedni, mert ez az a gyümölcs, amit az ember hajlamos többé-kevésbé mosás nélkül is fogyasztani. Nem tesz jót a friss gyümölcsnek a kosárba való távolba dovás sem. Ezért gondosan 2-3 szemenként helyezzük el a szamócát a gyűjtőedénybe.